Üdvözöllek! Ebben a videóban a Windows egy alapvető funkciójára nézünk meg. Hát, hogyha nem is mindenki számára jobb, de egy másféle megoldást, másféle megközelítést. Az Alt-Tab billentyű kombinációról lenne szó. De az látható, ezzel tudunk váltani az egyes programok között. Csak igazából, hát így ránézésre nem tudom, hogy annyira talán nem nagyon jó, hogy hát jól látjuk itt az ikon, itt van az egyes programoknak az ikonja. De talán ennél van jobb megoldás, és amit most megnéznénk. Hogyha erre rákeresünk, akkor ennek az a neve, hogy Vista Switcher. Itt az első találat lenne ez. Mint a nevéből is sejthető, ez eredetileg a Windows Vista-hoz készült, de igazából a 8-al is működik, meg a 7-tel is. Mondjuk a 10-el éppen nem próbáltam, de véletlenül azzal is működőképes. Hát tulajdonképpen, ahogy rákattintottunk, itt van a Free Download. Töltsük le, hát fél megabyte, nem itt túl nagy méretű, fájlmentése. Dupla klikkel indítom a telepítést, ezt szerencsére tud magyarul, oké, elfogadjuk a használat feltételeit. Itt ami talán fontos, hogy automatikusan indul a rendszerre. Hát, hogyha folyamatosan szeretnéd használni, akkor valószínűleg ez neked így megfelelő, de nem szeretnéd, akkor nyugodtan vedd ki, és akkor nem fog elindulni a Windows indításával. Tovább, be lehetne állítani, hogy hol szeretnénk telepíteni. Most ezt én hagyom így, ahogy van. De tehát alvozással mindenképpen állítsd be, hogy ne össze-vissza legyenek a programok telepítő a számítógépeden, és akkor telepítés. Rögtön el is tudjuk indítani, befejezés. Látható, itt megjelent egy üzenet, hogy elindult és fut. Itt van az ikonja, ha most lenyomjuk az Alt-tabot, akkor látható. Persze nyomva kell tartani ilyenkor az Alt-ot, hogyha esetleg ez nem lenne tiszta. A tabot azt pedig így lehet nyomogatni, és akkor látható. Hogy itt rögtön vált az egyes programok között, de hogyha az egeret mozgatom, akkor szintén megtörténik itt a váltás, és ha most valahol felengedem az Alt-ot, látható, akkor bejön az adott program. Tehát Alt-tab, a tab az felengedhető, és ilyenkor vagy a tabot nyomogatva tudunk váltani, vagy pedig az egérrel. És ilyenkor, hogyha vagy felengedjük az Alt-ot, vagy kattintunk, akkor átvált arra a programra. Látható. Mindegyik megoldás működik. És ez tulajdonképpen ennyi, de azért kattintsunk erre rá jobb egérrel. Amúgy, hogyha a ballal kattintunk, akkor megjelenik maga a program. Hát jobb egér, és akkor beállítások. Nyelv az oké. Okay. Ami talán érdekes, hogy az Alt-tab billentyű kombináció lecserélése, tehát ilyenkor az eredeti Windows-os megoldást ezt kicseréli. De hogyha ezt nem szeretnénk, akkor ezt kivehetjük. És látható, hogy ha itt megadunk egy billentyű kombinációt, akkor azzal is meg tudjuk jeleníteni ezt a Vista Switcher-t. De hát úgy gondolom, hogy lecserélhető az Alt-tab. Rendben, megjelenés. Itt az előnézet az, ami talán fontos. Hát van ez az asztal stílus, megmutatom, ez így néz neki. Van az ablak stílus, alkalmaz. Ez ilyesmi lenne, és ha nincs előnézet. Tulajdonképpen ez is megfontolandó. Ez talán egy picit átlátható. Most akkor én hagyom ezen és visszaváltok erre, de látható, úgyis vissza lehet váltani. Meg hát itt van az elem szélessége. Ezt tudjuk növelni, vagy csökkenteni. Átírom 500-ra. Alkalmaz. Hát látható. Még nagyobbra 4000. És akkor így már még látványosabb. Tehát ennek a szélességét tudjuk beállítani. De nem hiszem, hogy ekkora kell legyen 500. Elem magassága, hát ezt pedig itt a mutatom. Ezek lennének. Hogyha valaki úgy használja a számítógépét, hogy sok programot egyszerre, akkor neki így alacsonyabb megjelenéssel valószínűleg megfelelőbb. Na mondjuk egy 30 elemek száma. Ugye itt megjelen lehet többet is jeleníteni. Mindenképpen megjelenik mind, csak akkor nehezebb köztük váltani, hogyha itt túl kicsi érték megadva. Látod, hogy ezzel megnőtt ennek az ablaknak a mérete. Viselkedés, hát ez így jó szokott lenni. Mondjuk ezt még ki lehet próbálni. Alkalmaz. Lenyomom az Alt-tabot, fel is engedem mind a kettőt. Most nem nyomok semmit. És látható, itt maradt. Hát ez igazából igény kérdése. Kivételek, megkészítők, ezek ugyannyira nem érdekesek. Még egy dolog,
Ez akkor elindítok valamilyen programot. Tipikusan az Office-szal például használható, Microsoft Office-szal, tehát Word Excel, vagy éppen az Open Office-szal is. Most itt készítettem két táblázatot az Open Office-ben, és akkor látható, hogy alkalmazás ablakainak megjelenítés egy gyors villantyú. Hát ez a Windows F11, próbáljuk ki. És láthatom, hogy a két táblázat között tudnék most váltani ezzel a gyors billentyűvel. Persze az altabb az továbbra is működik. Ezt persze lehet állítani tetszőleges gyors billentyűre. Például Alt F12. Ezt így lenyomtam, és akkor megjelent itt a gyors billentyűként. Alkalmaz. Alt F12 látható. Hát ez tulajdonképpen így működik. Mindenképpen megfontolandó a használata. Illetve hát ugyan beállítások jobb megír után. Ezt itt át lehet állítani tetszőlegesen, persze. Kinek ahogy szimpatikus. Talán ez hasznosabb, mint az altabb, ami a Windows-ban van alapból építve.